A csaló, Móra Ferenc alapján. A csaló neve Pétőr. Pétőr még nem unta meg az iskolát, sőt, minden reggel késedelem nélkül megjelenik benne. Pétőr szeret itt lenni, talán még jobban, mint otthon. Először is itt melegebb van, mint otthon. Másodszor itt borzasztó sok gyerek van, és Pétőr olyan, mint a bárány. Nagyon szeret sokad magával lenni. Harmadszor itt úgy bánnak az emberrel, hogy az édes szülője se keresi annyira kedvét, mostanában még tejjel is megitatják, akár az úri gyerekeket. Szép kis csészékben adják a tejet, van rajta ne felejts virág is, s nagyon jó azt kézbe fogni, mert olyan jó sütős, hogy a dermet vörös kis ujjacskák egyszerre fölmelegednek rajta. Az egyszerű Péterből a tej miatt lett Pétőr a csaló. A gyanú a tanító úrban ébredt föl, akinek mindenütt ott volt a szeme. A többi gyerek, ahogy megkapja a részét az ingyen tejből, elbánik vele mindjárt a helyszínen. Pétőr, amikor megkapja a teli csészét, elvörösödik az örömtől, és orrcimpái reszketnek a gyönyörűségtől, ahogy szívja be a meleg párát. Szívja, szívja, de azon közben egyre visszavonulóban van az ajtó felé. Amire odaér, akkor már fehérebb az arcocskája, mint a fal. Egyszerre aztán Pétőr elvész, s néha 5 perc is beletelik, mire újra felbukkan kócos buksija a látóhatáron. Az ábrázata egyre vörösebb lesz, ahogy közelebb kerül az asztalhoz. A tanító urat persze ilyen ravasz fondorlattal nem lehet megcsalni. A tanító úr megsejtette, hogy Pétőr embőr nem szereti a tejet. Titokban leeresztgeti a tejecskét az udvaron a csatornába. Mert bizonyos, hogy Pétőr az emeletről az udvarra szökik le tejivás örvivel. Elárulja a hideg arcocskája. Végre eljött a nap, mikor Pétőr üzelmei teljes mi voltunkban napvilágra kerültek. A tanító úr figyelte minden mozdulatát. Lassan sompordált a gyerek az ajtóig, de a lépcsőn már nyargalva ment lefelé, tenyerét a csészes szájára tapasztva. Mire a tanító úr utolérte, Pétőr már ott térdelt a kapusarokban, s öntögette befelé a tejet egy nagy kendőbe. Beható vizsgálat kiderítette, hogy a nagy kendő alul 2 kis lábacskában. Mindig el szokott kísérni, azt itt várja meg, míg hozom a tejet. Felül pedig egy gémberedett kis arcocskában végződött. Ki ez, Pétőr? Kérdezte a tanító úr. Pétőr szégyen, nem szégyen, nagyon megijedt. Reszketett a szája széle. Marika, hugod? Az, mondta Pétőr, és férfiasan sírásra fakadt. Már akkor sírt Marika is, és a tanító úr addig tiltotta kettőjüket a sírást, míg az ő könnye is ki nem csordult. Hány nap csaltál már meg, Pétőr? Kérdezte a fiút. 5, mutogatta Pétőr az ujjain, mert szólni még nem tudott a sírástól. 5 nagy csatát nyert meg Pétőr az éhes kis gyomra ellen, mert vannak még olyan csalók is,
akik nem magukért csalnak, csak magukat csalják meg, a testvéreikért.